Mari, azt tudod, hogy neked kell jönnöd most ezen. Ja, jó. Én nem el. És darmas szilárd? Nem. Elmondom, hogy ezt a verset én úgy ismertem, hogy Szép Ernő írta. Aztán megpróbáltam megtalálni, de még a Széchenyi könyvben sem találták meg ilyen címet. De annak ellenére elmondom, a címe Kártya szerelem. A klubban csend volt. Réges-régen eltávoztak a tagurak. Poentőr, bankár, szép szeliden otthon elhúzták álmukat. Az ablak nyitva, szék a széken, gyufa hamva szék alatt, de fenn a kártyaasztal széren két pakli kártya ott maradt. Az egyik pakli tetejében a Károly királynő feküdt, a másikon pedig fiú volt, és csend volt mindenütt. De május is volt, és ez a lényeg, májusban így van ez rendesen, a pikfiú és a károdába összenevettek csendesen. Ma se, imádom, szólt az ifjú, szívem ölém, higgye el. Most se, felelt a károdáma, bevallom, ön is érdekel. És addig jött a szó a szóra, aludta jó Károly király, még nem törődve száz veszéllyel, egymásba ford a két égő száj. És csókra csók jött, és újra csókolt. Oly szépen indult a regény. Pikfiú szólt halkan, csendben. Ó, károdáma, légy enyém! De felzokog a károdáma. Minden hiába nem lehet, mert az a gaszpiátnik mester csak derékig festett meg egyet.